There's a saying, when the devil ignores you, then you know you're doing something wrong. Wait a minute, I'm not done now. You know, the devil goes, oh no, leave him alone. Hey, he's my favorite. Don't bother him. Yeah. Conversely, when the devil comes at you, maybe it's because you're trying to do something right. Folytatjuk tovább onnan, ahol abba hagytuk, nézzük, hogy mi következik. Te, meg az összes ember, aki ott lájkoljátok egymást erre a hányadékra. Ki ellen szóltok? Tóra szerint ki ellen szóltok? Hagyd békén a kékosztrigás logikát. Most gondoljon bele mindenki abba, hogy ez egy tanítója egy gyülekezetnek, aki beszél, és azt mondja, hogy erre a hányadékra a kékosztrigás logikát hagyjad, és közben arról beszél, hogy a Tóra szerint hogy van. Ez rengeteget árt, ez a fajta viselkedés annak, amit mi képviselünk. Ugyanis ha az emberek azt látják, hogy 5 év után valaki az úton még mindig így beszél arról, akivel nem ért egyet, az katasztrofális, Jahua, Jahusa nevére nézve, meg mind arra, amit mi szeretnénk csinálni. És ki az, aki azt akarja, hogy ez így legyen? Ki az, aki azt szeretné, hogy menjen ez az örökös harc az emberek között, ez a gúnyolódás, meg az egymásnak a gyalázása, meg a becsmérlése, ha nem az ellenség. Szóval hagyjuk ezt abba. Tóra szerint ki ellen szóltunk? Tóra szerint, és közben azt mondja, hogy kékosztrigás, meg hányad. Én ezt nem megy a fejembe. Gondolkodj ember. Ennyire nem lehet sötét. Mindannyian követünk el hibát, de ez egy mondat az, amiről most szó van. Ez az egész, ez a Tóra szerint, meg a sötét, meg ezek a dolgok, ez egy mondatban hangzik el. Annak a közösségnek a vezetője így beszél egy emberről, aki oda járt, és nem ért egyet vele. Visszajelz a kórházhoz. Kórházhoz. Mint hogy téged is megnyitott, ez a gumicsizmás. Gumicsizmás. Ez a Saul, ez az analfabéta. Analfabéta. Érthető? Mi lehet ott, hogyha azok az... Csoda, hogy eljött onnan ez az ember, mert azt látta, hogy azok ott cigarettáznak, hogyha ilyen viselkedéssel vagyunk azokkal, akikkel nem értünk egyet. És erre az a magyarázat, hogy legtöbbünk a világból jön tele bűnnel, ugye ez egy válasz. Hogy legtöbbünk a világból tele bűnnel, vétekkel, de így vagy úgy, nem, ez nem lehet válasz arra, hogy így beszéljünk. Meg így becsméreljük a másikat, akármennyire is nem értünk egyet vele. És aztán meg a következő meg azt írja, hogy a mindenható szavát gyalázzák. Igen, ti ezzel, ahogyan beszéltek az emberekről. Ne menjünk ilyen messzire a szeretettel. Aki bírált és kommentált, az felháborította Jahua, Hamasiach és a proféták káromlása. Nem káromolta senki a profétákat. Akár csak engem is. Végre valaki kimer állni Elohim nevéért, igazságáért, köszönet jár nekiért. Persze, az ellenség szempontjából ez egy nagyszerű dolog, hogy ez így alakult, hogy ilyen módon valaki beszél. Arról ráadásul ez a Saul is, Loránd is, én is, meg mindenki elméletileg ugyanazt szeretné csinálni. És abszolút nem értek egyet vele, vagy akármelyikkel. De valahogy, mikor az ember már ezt hosszú ideje jár, akkor fel kell tudni mutatni valamilyen fejlődést, hogy ki tudom fejezni magam, meg tudom visszatartani az érzelmeimet annyira. És erre nincsen semmilyen magyarázat. Meg ez egyáltalán nem arról szól, hogy felháborította, vagy mit tudom én mit csinál. Ez egész másról szól. Ez szégyent hoz arra, amit mi képviselünk. Te megbeszoptad, mint a csücsöt. Csak ez meg van mérgezve. Érthető? Hol hallottunk ilyet az írásokban, ezt a fajta kommunikációt, hogy analfabéta, gumicsizmás, beszoptad, hányás, meg ezek? Pont, mint amit te műveltél ebbe a cégbe, vagy posztba, vagy a hányadékba. De ami meg ott van, az benéz szerint vakló az ablakot. És erre meg azt mondja végén is Lóm. Én nem vagyok magyar nyelvszakértő, öreg. Nem. Meg amúgy nem is vagyok magyar. Meg egyiknek se. És akkor, ha végén lenézünk, ketten képesek voltak lákolni ezt a fost. Az egyik László Levente Szenci, a cég vagy öregem, a másik azt nem is írja ki, nem is vagyunk rá kíváncsi.
Fogjátok meg egymás kezét, ugráljátok, azt lássatok, hogy fütyül-e. Érthető? Ez nem tudom, hogy melyik fajta Yahusha az, akit követnek ezek az emberek ezzel a beszéddel, meg viselkedéssel, de az biztos, hogy az, aki az írásokban van, az annak eszébe sem jutott volna így beszélni bárkiről, ebben a hangnemben, meg ilyen formában, 2 órán keresztül. Hú, hallod. Hát ezt nem is tudom, ez tragikomédia, nem is tudom, hogy kéne ezt nevezni. Bohózott. Igen, az. Tóra alap. Tehát ezt vagy direkt csinálta az ember, vagy nem tudom, tehát ez öregem, ez. Hú. Vagy más néven, a szelleme. Na ez öregem, ez a filozofálgatás, amit most itt leművettél. A szava, ami a beszéd, ami a ruhák, ami a hozzátra, nem, le van írva. De bárjahova. Sőt, még egy megkép van a Dabar és a Yahuwah között, ami mutat valamit, csak te ehhez neked túl magas, hogy ezt felfogd. Kérkedő, kevélyek, magukat szeretők. A 70 öregre átette a ruhákot, de ezek nincsen ebben a Torában. Ezeket csak beleképzeljük. Ti, akik ezt hallgassátok, azt olvassátok ezeket a ruhákat, buták. Megmondta nekünk a Saul, meg a Lorán, hogy ez nincs ott a hely. Kérkedő, kevélyek, magukat szeretők. Hát emberek. Mit képzeltek itt magatokról? Ja, meg hogy a szó megjelenik most ábrának, most olvastuk el, káprázott a szemünké. Ez tipikus esete annak, amikor valaki felfúvalkodott, kevés, és magát többre tartja, mint mindenki más. Ez a fajta beszéd. Amikor ilyen derogálóan, meg gyerekesnek feltüntetve más véleményét beszélek erről. Én azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan. Úgyhogy mindenki, aki követi ezt az utat, csak nézze meg ezeket a videókat. Gondolkozzon el ezen. És beszéljék meg, lehet javítani. Én, bizonyosan, ha megnézzük az én korábbi videóimat, végtelen ilyen problémával találkozunk, meg a mostanival is. De legalább volt egy hajlandóság a változásra, meg elfogadni azt, hogyha az, amit csinálok, az helytelen, vagy az, ahogyan csinálok. De legyetek már komolyok? Káprázik a szemetek. Az van odaírva, de az egy idióma. Kérkedő, kevélyek. Mint ahogy ő se ismerte fel azt, hogy az logikát jelent. Most ugyanezzel vádolja a másikat. De mi szükség van egyáltalán így beszélni valakiről? Yahuwah megszabadítá őt minden ellenségének kezéből és a Saul kezéből. Hát imádkozunk, hogy minket is szabadíts, amiket tudod, hogy kumicsiz már Saul kezéből, aki most ide jut. Kérkedő, kevélyek, magukat szerető. De mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, mit is jelent ez az idióma. Szóval tudja, hogy kell használni a szótárt, hisz itt használja az idióma jelentését, megmutatta. Én nem vagyok ráadásul magyar nyelvszakértő, öreg, meg amúgy nem is vagyok magyar. És az is világos számára, hogy több jelentése van, hisz ez az első jelentése. Most én mindet nem másoltam ide, de nézze meg bárki ezt a videót, ha van hozzá gyomra, és akkor rám fog jönni, hogy ő maga felolvasta, hogy van 3 különböző jelentés. Szóval tisztában kell lennie annak, hogy a logikának is vannak különböző jelentései. Csak a fáradtságot nem veszi arra, hogy ezt megtegye, mert egyszerűbb a másikat különböző neveken hívni, ócsárolni, becsmérelni, meg ahhoz a szűk körhöz szólni, aki vevő erre. De a világ, és mindenkit, akit valóban Abjahua vezet, az taszítani fogja, vagy taszítani kell ez a hangnem, mert így nem lehet beszélni senkiről. Azt mondja, az idióma szót többféle jelentéssel használjuk a magyar nyelvben. Én nem vagyok magyar nyelvszakértő, öreg, meg amúgy nem is vagyok magyar. Kérkedő, kevélyek, magukat szerető. Vagy felemelkedett a szíve? Beképzelt lett. Így van, ez pontosan ez a probléma. Én azt hiszem, hogy ott. És ezt meg lehetne oldani alázattal, hogyha képesek lennénk leülni, beszélni, meghallgatni egymást, megérteni, hogy különböző dolgokat vallunk, és menni tovább. Én képes voltam beszélni több tucat emberrel, anélkül, hogy bármi ilyesmi is elhangzott volna. És utána még ugyanúgy én nem gondolok így senkire, csak azért, mert nem értek vele egyet. Vagy sérti a büszkeségemet az, amit mond az ember, mert szerintem itt ez a helyzet egyébként minden alkalommal. Mind, amit rólam hazudoznak, mind pedig a Lorand esetében, hogy az az igazság, amit ő mondott, hogy,
hogy az úgy nem lehet viselkedni, hogy a cigarettázgatok, meg mit tudom én mit csinálok, meg így beszélek az emberekről. Ezért ment el, de ezt a szalázatta szépen az ember túljut ezen. És mindenkinek változnia kell, hisz mi értelme lenne az útra, hogyha ne? Na, most erre mit tudom mondani? A Dwayne Johnson. Hát hoz fel azért a Karib-tenger kalózait, meg a Seherezádét, meg az Ezer egy éjszakát. Már ezen a szinten? Ezt, hogy felhoztad példának, csak egyértelművé tetted, hogy te se, meg az, akitől másoltad ezt a baromságot, annak sincs ilyen fogalma arról, mi egy idióma. Igen, mint ahogy sajnos neked sincs fogalmad arról, hogy mi a logika, de az nem azt jelenti, hogy attól még elkezdhetjük egymást különböző neveken hívni, meg ilyen módon kommunikálni. Meg ezt az internetre így kitenni, mindenkinek a magánlevelezését, meg ezeket a dolgokat. Ennek megvan a módja, hogyha már annyira a Tóra szerint megy ez az egész, akkor ennek megvan a módja, hogy ezt hogy kell elintézni. És nekünk ahhoz kellene ragaszkodnunk. De hát ez nem így történik sajnos. Csak így low-key elmondom ezt. Kérkedő, kevélyek. Tehát akinek van értelme, vagy aki tudja használni a szótát. Igen, hát én ezt próbáltam az előbb elmagyarázni, hogy akinek van értelme, meg tudja használni a szótárt, az rájönne arra, hogy mi a helyzet azzal, amit említettem, mint a logikával például. És abban igaza van, hogy amit itt felhoz Lóránt ezzel a sziklával kapcsolatban, meg úgy általában az idiomával, az nem válaszolja meg a kérdést, hogy lehetséges az, hogy azt írja Bereshit 19 talán, hogy Jahua tüzet hozott le az égből Jahuának. Szóval igaza van abban, amit mond Alex ezzel kapcsolatban, meg a Hébert, amikor megnézi, az is úgy van, nincs ezzel probléma, hogy bizonyos dolgokban igaza van, de az összes többi, az több kárt okoz, mint amennyi hasznot az, hogy elmondom ezt a pár információt. El lehetett volna mondani ezt úgy is, hogy aztán az az ember esetleg megfontolja. Az lenne nekünk a feladatunk, hogy úgy kommunikáljunk a másikkal, hogy segítsük azt, hogy az megváltozzon. Nem az, hogy bizonyítsuk azt, hogy nekünk igazunk van. Különösen nem olyan hangnemben, mint ahogy az oly sokszor itt elhangzik ebben a videóban. Ahogy bárki is keresi az én videóimat, ilyet soha nem fog találni, hogy én így beszéltem volna az emberekről. És a lényeg az, hogy leírja Jahusa, hogy mi a módja annak, hogy megoldjuk, és amit szeretne, az az, hogy megnyerd a te atyád fiát. Figyelmeztesd négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted az atyád fiát. A cél ez lenne, hogy megnyerjük. Ha nem, akkor 2-3, ha nem, akkor az egész gyülekezet. Így jutottunk mi el oda, hogy ezeket az embereket innen ki kellett penderíteni. De az nem azt jelenti, hogy én utálom őket, vagy azt kívánom, hogy mindenféle dolgok történjenek velük. De a cél az lenne, hogy megnyerjük az atyánk fiát. És ha ők ezt megbeszélték, és ez nem jött össze, az nem változtat a lényegen, hogy bárki, aki hallja ezt a videót majd, ezt az ellenség megérkezett, meg 1 óra 47 percen keresztül ezt a fajta kommunikációt, azt az ember taszítani fogja mindaz, amit ők képviselnek. Legalábbis a jó érzésű embert mindenképp. Ugyanis így a világban nem beszélnek szerintem komoly helyen az emberek egymással. De az életben meg semmiképp. Mert az meg a másik dolog, hogy mindenkinek oly nagy szája van a Facebookon, meg a mindenféle social media dolgokon. Amikor meg arról van szó, hogy üljünk le beszélni, vagy találkozunk, akkor meg csöndben van mindenki. És ez minden csak nem az, amit az atya akarna, meg elvár tőlünk. Le tud nézni, hogy mit jelent egy idióma. Én nem vagyok magyar nyelvszakértő, öreg, meg amúgy nem is vagyok magyar. Annak csak itt most így hirtelen egyértelművé vált, hogy nem tudod, miről beszélsz, de se te, meg se az a másik gumicsizmás, akitől ezt lemásoltad. Tóra alapján hogy van ez? Felfúvalkodottak. Csak ez megint mutatja azt, hogy te nem tudod, mit olvasol egészen egy Péter 2.8-ig. Mert ha képbe lennél le valamit odáig olvastál, akkor tudnád, hogy nincsen ott semmiféle ellenmondás. De ez az, mikor a valk vezet a világtalan, az a valk, aki téged velezett a világtalan, ugyanezt érti, mint te, a semmit. Kérkedő, kevélyek. Nézzük ezt meg, hogy kéne legyen. Csak hogy mindenkinek kivilágos legyen, ezt akart ez az ember ott nyelvtörőbe valahogy összepocskolni. Nézzük meg, hogy kéne ezt kinézzen. Kérkedő, kevélyek. Tehát
az egész arról szól, hogy ő itt osztja az észt ezeknek az embereknek, akik nincsenek is ott. Miközben lehetett volna, bizonyosan vagyok benne, hogyha felhívná Sault, vagy Lorándot, vagy engem, hogy üljünk le, vitassuk meg, mindenki nyitott lenne erre, mint ahogy Sault megkeresett engem. És én nyitott voltam. De nem ez van, hanem valaki ül valahol egy gép mögött, és akkor onnan mindenféle ilyen gúnyos, meg megalázó, meg becsmérő dolgokat mond a másikról, úgyhogy az nem is tud reagálni. Én azt hiszem, hogy ez a fő probléma ezzel. Ezeket meg kellene tudnunk vitatni civilizált módon úgy, hogy abból mások is tanuljanak. De nem ez van, hanem ehelyett ilyen videókról van szó. Ami rendkívül tanulságos szerintem. Mind a Drumu Katrejahua, meg a Truth Bubbles, és az ehhez hasonló munkásságára nézvést. Ahol a lényeg az, hogy minél destruktívabb legyek a vitapartner, vagy arra nézvést, akivel nem értek egyet. Ezért készülnek ezek a mindenféle videók. Semmi konstruktív nem hangzik el ezen a Truth Bubbles-on soha. Még mindig a Harpról van szó, meg a majomhimlőről, meg mit tudom én, milyen összeesküvés elméletekről. Miközben gyárthatnák a Tóráról szóló videókat, ha olyan nagy Tóra szakértő ott mindenki, hogy tudják, hogy én is, meg Lóránd is, meg Sault is, meg mindenki rossz úton jár. De nem ez van, hanem ehelyett ezek a videók, meg ezek az alacsony szintű, szánalmas, személyes támadások, amiket még a világ is lenéz. De akkor próbáljuk megint kibogozni, mit az ide írt. Azt mondja, és Yahua, Kane, ami azt mondja rá, hogy Gap, Rit. Csak szólok, kérkedő, kevélyek. A P-be nincs benne a dages. P ez egy begetkefett betű, úgyhogy az egy fej. Kérkedő, kevélyek. Ez az egésznek az a lényege, hogy hallhassuk, meg láthassuk másfél órán keresztül, hogy Alex mennyire ismeri ezeket a dolgokat. Héberül. És én el kell ismernem, hogy valóban, amit mond, az helyén való. Meg az, ahogy azt megtanulta, az mindenképpen tiszteletre méltó. De ezzel csak azt demonstrálja, hogy akik vég nélkül tanulnak, de az igazság felismerésére soha el nem jutnak. Hiába magyarázom azt, hogy a Tora így, a Tora úgy, ha közben így beszélek az emberekről. Mindenki, aki ezt a videót megnézi, az is közelítene Abjahuához, és azt hallja, hogy valaki, aki tanítja ezt, így beszél arról, akivel nem ért egyet, az nem vagyok benne biztos, hogy azt fogja hinni, hogy ó, igen, én itt szeretnék lenni ebben a közösségben. Gafrit, nem Gaprit. Első probléma. Kérkedő, kevélyek. Itt érdekel, hogy Gafrit vagy Gaprit, de nincs jelentősége ennek. Mindenkinek a beszédében lehetne hibát találni. De tényleg. Különösen most az, hogy Lorán nem tudta leírni ezeket helyesen. Lorán ugyanúgy, ha jól értelmezem, Romániában nőtt fel. Ugyanúgy, ahogy Alex se tudja kimondani a szavakat rendesen, az nem csak mindent ki lehetett volna az ő beszédébe is, annyi hibát vét, de kit érdekel? Nem az a lényeg, hogy mondja ezt, tett, meg ezek a dolgok. Mit számít, hogy mondja? Az a lényeg, amit mond. Most Gafrit vagy Gaprit, kit érdekel? Úgyse tudja senki, hogy mi a különbség, vagy vaás, vagy vaés. Mit számít? És leragadni ott, hogy kell kiejteni. Én erről csináltam videót 4 évvel ezelőtt. Teljesen fölösleges azon izgulni, hogy kell kiejteni. Senki se fogja tudni. Hisz nem volt ott senki, és nincs írásos emlék. Szóval lehetett vás, vaés, meg még 100 másik dolog. És ha úgy volt a nyelv akkor, mint ahogy most van, hogy a magyart így beszélik itt, Hódmezővásárhelyen, úgy, Szegeden úgy, meg Békés Csabán úgy, akkor ugyanúgy volt ott is a héber. Szóval ez megint csak arra megy ki, hogy én tudom, te meg nem tudod, hogy az Gafrit, meg Vaj és meg ezek a dolgok. Nem arról kellene szólnia egy ilyen videónak, vagy tanításnak, hogy mi az, amit a tanító tud, mennyi mindent tudok, meg mindig arról van szó, hogy én így, én úgy. És mindenki mellettem tiszta, hülye, meg idióta. És tűz, va ás, és, mert ás az valami más, és, oké? Okay? Magukat szerető. Ki ellen szóltok? Tóra szerint ki ellen szóltok? Hagyj békén a kékosztrigás logikát. Rágalmazók. Tóra szerint ki ellen szóltok? Tóra szerint, és közben arról beszél, hogy kékosztrigás logika. Ez nem megy a fejembe. Aki ismeri a kékosztrigát, azt jól emlékszem, rendőrakadémiában volt egy melegbár. Nem mondok ilyet az ember. Jahusa nem használt ilyen kifejezéseket. Ő nem gondol, nem, szerintem nem is gondolt ilyenre soha. Most más persze, mi ilyen trógerek vagyunk, de nem mondom ki. Mindent nem mondok ki, ami eszembe jut. Még akkor se, ha gyűlölök valakit annyira, mint ahogy ők engem. Valami oknál fogva.
De így ilyet nem lehet. Gondolkodj, ember. Ennyire nem lehet sötét. Káromkodók, szeretet nélkül valók. Szeretet nélkül valók. Vissza ez a kórházhoz. Úgy tűnik valakinek? Tóra alapján hogy van ez? Felfúvalkodottak. Tehát azt mondja, ezt egy kisgyerek is megérti. Úgy tűnik valakinek, hogy ez a videó, ez a, az ellenség megjelent, vagy mi ez, az 1 óra 47 perc, ez abban a szellemiségben készült, amit Yahuwa képviselt, hogy segítsen az embereknek? Mert nekem nem úgy tűnik. Mit viszont nem értenem meg egy gyerek, hogy hol van itt ebben a szövegben Jézus? Senki nem mondja, hogy ott Jézus van. Ott van a Malak, Yahuwa. Nem Jézus. Viszont attól tartok, hogy egyszer minden gyerek élete későbbi szakaszában egy ponton találkozni fog egy filozófussal, aki majd meg akarja tanítani, olvasni a sorok között. Mint hogy téged is megtanított ez a gumicsizmás. Szeretet nélkül valók. Szeretet nélkül valók. Ez a Saul. Ez az analfabéta. Tor alapján hogy van ez? Tor alapján hogy van ez? Felfúvalkodottak. Te meg beszoptad, mint a csücst. Csak ez meg van mirgezve. Káromkodók, káromkodók. Ez rágalmazó, gyalázkodó becsmérlő ez a káromkodók. Mikor Saul arról beszél, hogy az emberek ilyenek lesznek káromkodók, akkor szerintem valami ilyesmire gondolt. Az, aki így rágalmazza a másikat, alaptalanul gyalázkodik, becsmérli, szitkozódik. Ezért alakult ki így a vitának a szabálya. Hogy ezek a legalacsonyabb szintek, amiket itt láthattunk ebben a videóban oly hosszú időn keresztül. És ez nem méltó ahhoz, amit ő állít, hogy ő képvisel. Megmutatom ezt a káromkodót az írásokba. Persze hát ezt olvasta föl ő az elején, de számolja csak össze mindenki, hogy mennyit ebből ő követett el ezek közül. Magukat szerető, kérkedő, kevély, káromkodó, szeretet nélkül való, rágalmazó, kegyetlen, ahogyan beszél a másikról. Ezek mind elhangzanak itt. Ezek az utolsó időknek a jelei. Ilyenek lesznek az emberek. Saul szerint. És azt mondja tovább, és meg akar láthatni veled majd olyasmiket, amiket Abba Yahuwa sosem tett oda. Pont, mint amit te műveltél ebbe a cikkbe, vagy pózba, vagy a hányadékba. Tóra szerint. Érted? Mint hogy te is meg akartad láthatni, hogy idióma, ami nem idióma, meg a Dwayne Johnson, meg az Aladdint, meg a logikát. Ezek egyik sincsenek ott. De a logika ott van, ahogy megmutattam. De mi meg ott van, az benéz szerint vakló az ablakot. És akkor, ha végén lenézünk, ketten képesek voltak lájkolni ezt a fost. Tóra szerint. Káromkodók. Tóra szerint. Az egyik László Levente Szenci, a cíp vagy öregem. Tóra szerint. A másik azt nem is írja ki, nem is vagyunk rá kíváncsi. Tóra szerint. Fogjátok meg egymás kezét, ugráljátok, azt lássatok, hogy fütyül-e. Tóra szerint. Magukat szerető, kérkedő, kevélyek, káromkodók, szeretet nélkül valók, felfúvalkodottak. Kik mindenkor tanulnak? De az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Döntse el mindenki magának, hogy ki az, akiről beszél. Saul, mikor azt írja, hogy káromkodók, rágalmazók, szeretet nélkül való, kevés, felfúvalkodott, stb. Nem terjeszthetek hazugságokat másokról, anélkül, hogy nem jártam volna utána. De hazugságokat amúgy sem, mert sem úgy értem, hogy akkor terjesztetek, ha utána jártam. De mint ő is, meg oly sokan, akik nem ismernek, nem voltak itt, nem találkoztak velem, vagy velünk, meg ezzel az egésszel, és beszélnek róla, az mind-mind hamis tanúbizonyság. Nem beszélek olyan dologról, amit nem tudok. Az, hogy valaki, akit ismerek, mond valamit valamiről, az nem azt jelenti, hogy az úgy van. Csak az a probléma szerintem, hogy ők azt fogadják be, amit hallani akarnak. Mert szerintem az ellenség az, aki próbálja aláásni mindazt, amit mi itt csinálunk. És ha már arról van szó zárójelben, hogy az vás vagy váés,
meg F vagy S, hamis tanítók, az például hosszúi. Szóval ezért nem megy bele az ember ezekbe a személyes kedésben, meg hibakeresésben, mert mindenkiben van hiba. És ha leragadunk ennél, akkor csak azt fogjuk csinálni, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy. Beszéljük meg, hogy mindenki tanulhasson belőle, de az ellenség az, aki ezt a fajta dolgot terjeszti rólam, meg rólunk azért, hogy aláássa mindazt, amit Abjahua elért az évek során rajtunk keresztül. Ugyanis sehol máshol ebben az országban nem hangzik el úgy az igazság, és ez nem az én érdemem, vagy bárki érdeme itt, mint ahogy ez ezeken a csatornákon. Az, hogy a világ egy hazugság, hogy vissza kell térnünk a Tórához, és Jehusa Hamasiachot követni, az sehol máshol nem hangzik el. De az egyedülálló nem csak ebben az országban, hanem sok más helyen. Szóval örülnie kéne mindenkinek, hogy az atya foglalkozik vele, és nem hazugságot terjeszteni, mert megpróbálni aláásni. De az ellenség az, aki megpróbálja aláásni. Szóval én azt javaslom, üljünk le, beszéljük meg, és menjünk tovább békességben. Nem kell kitalálni a kifogásokat, hogy nem, meg már beszéltünk. Nem beszéltünk. Üljünk le, beszéljük meg. Jöhet a Truth Bubbles, Drumukatra Yahuwah, az együtt, külön, mindenki, ahogy akarjuk. Csak zárjuk le ezt. És ne azt a példát mutassák a világnak, mutassátok ezzel a viselkedéssel, hogy Yahuwah ezt várja el, meg Yahusha Hamashiachot így kell követni, hogy így beszélünk az emberekről. De ez az én álláspontom, és én elmondtam, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és dicsőség Abba Yahuwahnak mindenért. Mert mi csak eszközök vagyunk, és egy nap eltűnünk nyom nélkül, és a világ ugyanúgy menne tovább nélkülünk. Szóval övé a dicsőség, és halleluja! One thing I learned in life, you can never bring somebody up if they don't want to go up. You can't. No matter how good you think you are, no matter how much you want to tell them you could help them, if they don't want to go up, there's nothing you can do. 100%. But the reverse is not true. Somebody bad could bring a good person down. They can. 100%. Because the negativity in the world is much, much stronger than the positive sometimes. And the negative people can bring you down. So I stay away from negative people. I just walk away from them. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.